És akkor szólítom is Párizsban Hortobágyi Tibort és Müller Zsombort. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Egyrészt már örülünk annak, hogy van magyar érem, bízunk benne, hogy lesz majd még több érem is, lesz aranyérem is, de mielőtt rátérnénk arra, hogy mire van ma kilátás, egyáltalán ti hova mentek, kezdjük azzal, hogy milyenek a biztonsági intézkedések. Nagyon sokat beszéltünk itt a napindítóban arról, hogy azért ez mindenféleképpen egy nehéz olimpia lesz a szervezőknek, nemzetközi csapatok vigyázzák és őrzik a rendet, és ezt például ti hogyan élitek meg, mennyire könnyű akár a mozgás újságíróként, mi történik ott Párizsban? Szia Tomi, köszöntjük a nézőket innen Párizsból. Azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút a biztonság az teljes mértékben szerintem védetten érezzük magunkat, hiszen az összes metró megállónál, a főbb nevezetességeknél nagyon sok biztonsági erőt, rendőröket, katonákat látunk, és azért ez mindenképpen azt biztosítja, hogy tényleg biztonságban érezzük magunkat, de szerintem Zsombi is ezt tudja megerősíteni. Abszolút igen, voltak helyszínek, ahol egy picit fokozott biztonságban éreztük magunkat, közben bocsánat, hogy mosolygunk, csak épp visszahalljuk magunkat, kicsit zavaró élőadásban, de megpróbáljuk ezt kizárni. Szóval voltak olyan helyszínek, ahol biztonságban éreztük magunkat, de voltak olyanok, ahol kevésbé volt fokozott figyelem inkább a külváros külső részein. Úgyhogy összességében szerintem eddig nincs probléma, és a szervezők próbálnak arra ügyelni, hogy azért minden megfelelő mederben. Vannak olyan versenyhelyszínek, ahol egy picit a bejutás káoszos, de többnyire azért kitapasztaltuk és tettünk egymást. Úgyhogy ha nem tapasztaltunk fennakadást, az azért volt, mert már a másik kollégánk tapasztalt, és akkor átadta nekünk az információt, hogy ezt elkerüljük. De igen, a belvárosban egyébként tényleg a létesítményekről hatalmas a készültség, különképpen nem tud még egy métert megtenni, hogy az ember, hogy ne találkozna rendőrrel, katonával és hát fegyverrel. Említettétek, hogy eddig jó mederben zajlanak az események, ilyen szempontban ennek mindenféleképpen örülünk, és ha már a medreknél tartunk, akkor mit lehet tudni a Szajnáról? Már csak azért is, mert ugye ott volt a megnyitó, korábban rengeteg kritika érte a folyóvizet, mert hogy nem olyan a minősége, amelyben lehetne úszni, már pedig kéne például a triatlonistáknak, vagy éppen a hosszú távú úszóknak, ahol mi is bízunk abban, hogy Rasovszky Kristófék akár érmet is szereznek. Mit lehet tudni jelen pillanatban a Szajna állapotáról? A Szajna állapotáról pillanatnyilag azt lehet tudni, hogy majd kimennek, fel fogják mérni, hogy milyen a vízminősége. Ha megfelelőnek találják, mivel nem esett az eső, nem romlott tovább elvileg a vízminősége, akkor kedden reggel már az egyik időutamokkal folytatódik, vagyis hát megkezdődik a triatlon, tehát először versenyzők ugranak a Szajnába itt Párizsban. Ha pedig nem megfelelő a vízminősége továbbra sem, akkor augusztus 1-ére a versenynapokat, illetve másodikára, mert ugye a hölgyek szerdán ugranának vissza, tehát ők akkor augusztus másodikára kerülnek át. Ha pedig akkora se lesz jó a vízminősége, akkor nagy valószínűséggel duatlon lesz, tehát úszás nélkül rendezik meg a triatlont. Nagyobb kérdés viszont az, hogy mi lesz a nyílvízi úszókkal ebben az esetben. Erre még nem adtak választ a szervezők. Bízunk benne, hogy jó lesz a vízminősége. Szerdán jártunk utoljára a Szajna környék. Egész közel. Pénteken jártunk a Szajna környékén, akkor egész közel tudtunk menni. Zöld volt a víz, és nem volt kellemes szaga. A nyílt vízi úszóknál egyébként felmerült egy olyan B-terv esetleg, hogy a kajakkenu helyszínére Kelet-Párizsba kiviszik őket. Hát nem tudom, hogy ez végül így lesz-e vagy sem. Ezt majd meglátjuk a következő napokban. Fél percünk van talán nagyjából. Muhari Eszter révén van már egy bronzérmünk. Ma lesz-e újabb érmünk? Egyáltalán kiknek szoríthatunk? Ti hová mentek? Nagyjából ehhez miért nem válaszoljatok, kérlek szépen. Nagyon bízunk minden nap, hogy lesz újabb érem. Leginkább ma a női kardozókban bízunk, hiszen három lány is pásztra lép a mai napon, és bár csapatban az esélyesebbek és azt tűzték ki főcélnak, azért az egyén sem vetnénk el, és meglátjuk a nehéz sorsolás ellenére, hogy meddig jutnak a lányok, úgyhogy én a vívó pásztra fogok beköltözni főleg. Este egyébként két csapatunk is pályára lép, illetve vízbe száll a női vízilabdázókkal, mint a férfi kézilabdázók, de Zsombi, te is. Igen, így van, én megyek úszásra, és megyek vízilabdára ebből a programból, és én abban, hogy több érmünk lesz, úgyhogy szorítsunk ezért.
No, mi pedig szorítunk nektek, hogy továbbra is mindenhova eljussatok, és minél több éremről számolhassatok be. Nekünk köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezt, srácok, további jó munkát nektek!